1980-ban kezdtük foglalkozni műanyag földolgozással, akkor még mint a Szőlőskert szakszövetkezet melléküzemága. Bejártuk a szokványos utat, először Tiszaújvárosban a Tiszai Vedi Kombinátor vásárolt termékeket dolgoztuk föl. 83-ban vettük az első fóliafújó extrudert. Elkezdtük a belső gép megvásárlása után önállóan gyártani a polietilén fóliát, amelyet később nyomtattunk nyomdagéppel, utána pedig konfekcionálógépek megvásárlásánál addig meglévő kézi hegesztéseket is ki tudtuk váltani, és automata konfekcionálógépekkel gyártjuk a késztermékeinket. Jelenleg az üzemben polietilén fólia gyártása, földolgozása folyik. Polietilén fóliát 150 mm-től 2200 mm fektetett szélességig tudunk gyártani, vastagsági paraméterekben pedig a 8 mikrontól a 250 mikron vastagságig. Ezeket a általunk gyártott fólia tömlőket, síkfóliákat 6 színnel tudjuk nyomdázni, melyet fotominőségben is meg tudunk oldani a nemrégen vásárolt központi ellennyomó hengeres nyomdagépünk segítségével. Ezeket a termékeknek egy részét síkfóliába, csomagoló fóliának forgalmazzuk, a másik részét tovább földolgozzuk tasaknak, zsáknak, raklaptakarónak, és így forralmazunk a készterméket belőle. Elég tetemes mennyiséget gyártunk csomagoló fóliákból a háztartási higiéniai papírtermékekhez, WC-papír, kéztörlő, papírzsebkendő csomagoló fóliákat, ezen kívül mezőgazdasági jelleggel, takarófóliákat, építési fóliákat, különböző nehéz zsákokat. Ezen kívül, ami még egy tetemes mennyiség, az a festéseknél használt takarófóliák, ami inkább a belső letakarásokhoz használatosak. Termelésünk körülbelül 30-40%-a a nehéz takarófóliáknak a gyártása, amelynek egy részét első osztályú anyagból, egy részét pedig regranulátumból, tehát visszadolgozott polietilénből gyártjuk. Termékeinknek az értékesítése 80%-ba közvetlenül történik, közvetlenből gyártóknak, vagy amit exportra szállítunk, azt kinti nagykereskedőknek szállítjuk. A fönnmaradt 20% az, amit országon belüli kereskedőhálózatoknak adunk át tovább értékesítésre. Soltvadkerten ez az egy telephelyünk van, 4700 négyzetméteren. Az alapépület egy régi meglévő malomépület volt. A Szentháromság utcára lévő irodahelységünk egy különálló lakóépület volt, amit átalakítottunk 88-ba irodának. A termelés jelen pillanatban 5 csarnokba történik, ezen kívül 3 raktár csarnokunk van, ahol teljes egészében meg tudjuk oldani a késztermékek raktározását. 6 extruderünk van, amelyek olasz gyártmányúak. Ezen havi viszonylatban a termék összetételtől függően 180 és 230 tonna közti mennyiséget tudunk földolgozni. 2 darab nyomdagépünk van, szintén olasz gyártmányúak. Az egyik egy régebbi soros elrendezésű nyomdagép, ami 800 mm széles, 4 színes, és van egy 1200 mm-es 6 színes nyomdagépünk. Van 9 darab konfekcionáló gépünk, ott is nagyrészt olasz gépeink vannak, de van német, dán, svéd gépünk is. Én úgy érzem, hogy az átlag szinten vagyunk, próbálunk minden évben a lehetőségeinkhez mérten fejleszteni. A terveink között szerepel egy több rétegű extruder vásárlása, amelyet megfelelő csomagolóanyagot tudunk gyártani. Ezzel a géppel 2-3 rétegbe különböző típusú, különböző összetételű anyagokat tudunk egybe dolgozni, és ezzel már erősebb, szebb, küllemre is sokkal mutatósabb anyagokat tudunk gyártani. Üzemünk létszáma 40 és 50 fő közt mozog, az árbevételünk 7-800 millió forint, amire büszkék vagyunk, hogy az indulás óta minden évben nyereségesen zártuk az évet. Próbálunk egy biztos, stabil hátteret nyújtani az itt dolgozó embereknek, és egy aránylag stabil megélhetési forrást is. Azért, hogy ott tudjunk maradni a piacon és folyamatosan gyártani tudjunk, megpróbálunk sok olyan terméket is megcsinálni, amit a nagy teljesítmény automata gépeken már nehézkesebben tudnak előállítani. Mi elvállalunk különböző kisebb kiszerelésekben csomagolást, olyan termékeket, amelyik inkább kézi munkaigényes, és látszik, hogy az exportnál is azok a dolgok, aminek nagy a élő munkaigénye, ott tudunk versenyképesek lenni. Nagyon gyorsan tudunk változtatni, nagyon gyorsan tudunk egyik pillanatra a másikra esetlegesen egy-egy terméket legyártani. Különösen régi partnereinknek igénye is, hogy mivel a mostani gazdasági és piaci helyzetben rengeteg prompt megrendelés van, ők se tudnak annyira pontosan ütemezni előre, és nagyon sokszor van az, hogy azonnal kell gyártani terméket. Éppen abból, hogy kevesen vagyunk, kicsi a cég, nagyon gyorsan tudunk változtatni. Tudunk egy folyamatos minőséget biztosítani, amit értékelnek a vevőink, ebből adódóan nagyon sok vevőnk van, aki régi partner, régi kapcsolat. Mindenki próbál valamilyen szinten fejleszteni, most ha vevőink fejlesztenek, akkor nekünk is fejlődik valamilyen szinten a kapacitás, kihasználtságunk, így tudunk fejleszteni az eladások tekintetében is.
Bízunk benne, hogy az EU-s pénzek segítségével infrastruktúránkat, gépeinket olyan szintre tudjuk fejleszteni, hogy továbbá is versenytársai leszünk az onnan jövő termékeknek.